Esztevan Mokranjác, Otto Fischer, Liszt Ferenc, Varga Miklós, többek között az ő szerzeményeik is felcsendültek a kórus találkozón Adán. Közel 200-an vettek részt a szemlén, akik az egyéni produkció mellett egy közös énekkel is készültek. Ünnepi és köszöntő beszédekkel vette kezdetét a 23. alkalommal megszervezett zenei esemény. Adai, Kólai, Magyarkanizsai, Nagybecskereki, Újvidéki, Temerini, Zentai, Tornyosi, Óbecsei és Szabadkai kórusok léptek fel. Valamennyi együttes évek óta rendszeres résztvevője a rendezvénynek. Én már idestóval 14 éve vagyok a tagja, ugyanis férjem elhalálozott 15 éve, és akkor, mikor elmúlt az egy év gyászidőszakak, akkor úgy döntöttem, hogy belépek a kórushoz. Már a magam szórakoztatására is, meg az, hogy a bútbánatot el tudjam felejteni. Nagyon szerették énekelni, különben az énekkarban voltam már, az elemi iskolába is, és akkor úgy gondoltam, hogy jót teszek most a kórusnak is, mivel kölle mindig kell az ének, és sajnos most is csak heten maradtunk, mert ami az igazság, ki idősödtek a többiek, most mi fiatalok, még annyira tartsuk a ziramot, ameddig bírjuk. Reméljük, hogy sokáig még bírjuk. A Temerini Őszi Rózsa vegyes kórus, melynek Kókai Magdolna is a tagja, 20 évvel ezelőtt jött létre, azóta pedig részt vesznek a kórus pódiumon. Most is lelkesen készültek a szemlére, szeretnek énekelni, főleg az egyházi énekek állnak hozzájuk a legközelebb. A kórusunk körülbelül 20-21 éve létezik, és én gondolom, hogy ezzel egyidejűleg a kórus pódium is így valahogy. Én, amikor már csatlakoztam közéjük, akkor már ez így minden évben meg lett szervezve. Talán kivéve ott a covidos időszakot, lehet, hogy ott volt, amikor nem volt, de egyébként mindig meg volt szervezve. Tavaly Temerin volt, mivel hogy temeriniek vagyunk, tavaly Temerin volt a vendégfogadó, akkor a mi táplomunkban volt, nagyon örültünk neki, és vártuk is azt, hogy már egyszer nálunk is legyen. Meg nagyon szépen elmúlt, még nagyon-nagyon sokan is összejöttünk. Szeretjük az éneklést, tehát a kórusnak a tagjai mind nagyon jól énekelnek, és szépen énekelnek, és szeretjük az éneklést. Egyházi énekeket különösen nagyon szeretjük, és annak ellenére, hogy templomban, szóval nem lenne okvetlen fontos karizmatikus éneket énekelni, de valahogy mindig arra esik a választás. Lehet, hogy az is, hogy templomban van megtartva, nagyon jó az akusztika, már az előbb próbáltunk. Miért fontos ez a kórus találkozó? Hát egyrészt találkozunk is ismerősökkel, más falvakból, sokakat ismerünk is, másrészt viszont meghalljuk azt, hogy ki mit énekel, ki hogyan énekel. Mindig lehet fejlődni, mindig lehet változtatni, ugye, és néha kottát is cserélünk, vagyis ott meghalljuk, hogy az nagyon szép ének, és akkor ugye gondoljuk, hogy azt mi is meg tudnánk csinálni, és akkor cserélünk kottát. Hát barátkozás szempontjából is, de úgymond szakmai, most ezt szakmainak lehet én mondani, nem tudom, de minden esetre ugye az éneklés, tehát hogy ki hogyan énekel abból szempontból is. A nagybecskereki Emmanuel Kamarakórus 1997-ben alakult meg. Külföldön közel 20 alkalommal szerepeltek, 4 országban koncerteztek, legtöbbször Magyarországon, ezen kívül Szlovákiában, Romániában és Németországban is bemutatkozhattak. Vajdaság számos helységében is felléptek már, a kezdetektől részt vesznek ezen a találkozón is. Ez mindig egy nagy élmény, amikor egymást hallgassuk,
ugye 10, 11, 12 vajdasági magyar kórus. Sokan már ismerjük egymást, már ilyen barátságok is kötődnek, fűződnek, és akkor a végén mindig a finálé az a közösségnek, amikor mindannyian felállunk és a kiválasztott közösségeket elénekeljük. Mi mindegyik eseményen részt vettünk, ez a 23., és hát azt mondhatom, hogy az első nagybecskereken lett megszervezve, a 10. is, és a 20. is, és mindegyiken részt vettünk, és mi nekünk ez most már úgymond egy szent kötelezettség, hogy mindegyiken megjelenjünk mindaddig, ameddig létezünk. Hányan vannak a kórusban, hogyan zajlanak a próbák? A kórusban 15-től 20 tagja van, attól függ, hogy ki, mikor, hogy ér rá, és kétszer hetente vannak próbák kedden és csütörtökön. Milyen repertoárt szoktak összeállítani általában, és milyennel érkeztek most? Mindig is egyház és világi szerzők szerzeményeivel szoktunk fellépni, és most is szintén. Zenei összeállítással a Magyar Kanizsai Kantiléna Kamara Kórus is megérkezett. A kórus 2001. szeptember 15-én alakult meg a Jován Jovánovics Mely iskola épület fennállásának 100. évfordulója alkalmából. A pedagógusok alkalmi összeállításának köszönhetően pedig megszületett az igény arra, hogy kórussá kovácsolódjanak, rendszeres próbákkal és fellépésekkel. A Kantiléna a Magyar Kanizsai Művelődési Élet egyik igazi égköve. A 2011-ben Pro Urbe díjjal jutalmazott kórus a város számos kulturális rendezvényét, megnyitóját, ünnepét teszi szebbé. Sokadik alkalommal veszünk részt, én azelőtt a Párlandó Női Karral vettem részt, tehát szinte a szövetség megalakulása óta mindig részt vettünk. A kanizsaiakkal azt hiszem, hogy most már hetedszer jövünk vissza, egyszerűen azért, mert ilyen csodás itt az együtt éneklés. Egyre többen vannak, ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb az érdeklődés és az igény, milyen plusz tud adni ez, akár feltöltésileg, akár a kórus szempontjából. Azt tudnám mondani, hogy egy kórusban való találkozás, barátkozás, éneklés nagyon sok örömmel jár, sokszor teher, de valahogy feltöltődnek és kötődnek egymáshoz. És talán ez a pozitívuma is a kórus találkozónak is, hogy sokan találkozunk, és olyan örömmel üdvözlünk, hogy jaj, hát megint itt vagyunk, együtt vagyunk, és ez nagyon fontos volna. A találkozón részt vett az Ubecsei Szkóla Kantórum énekkar is, karnagya a helyi születésű Stefaniga Otília kántor. 1996-ban alakult meg az Ubecsei Szűz Mária mennybevétele plébánia templomban. A kórust Rókai Zoltán, akkori Ubecsei plébános hívta életre. A kórus negyedik 3 lemeze jelent meg, 2002-ben, 2011-ben és 2018-ban. Nagy örömmel veszünk részt a kórus pódiumon. Amióta vagyunk, azóta aktív résztvevői vagyunk ennek a rendezvénynek. Nem tudom megmondani hanyatszor, azt hiszem, hogy egyszer maradt ki a részvételünk, de hogyha tévedek, akkor elnézést kérek, nem kész akarva történt. A próbáink azok hetente vannak. Hát gondolom, hogy valamennyi kórusnak ugyanaz a problémája, hogy nagyon nehéz összeszedni a kórustagokat egy időpontra a héten, tehát mi is vasárnap tudunk összkari próbákat tartani, amikor nagyon sűrű a programunk, vagy közel áll a rendezvény, akkor hétközben is szoktunk egy próbát beékelni. Hétköznap este, annak az a hátránya, hogy a vidékiek, a vidéken tanuló diákok nem tudnak jelen lenni. Most per pillanat milyen repertoárral érkeztek, és milyen zenei stílust részesítenek előnybe? A mi kórusunk abból a célból, nem csak, ugye, tehát annak apropóján alakult, hogy az önkormányzat szervezte ezt a megemlékezést a városunkban, de abból a célból alakult, hogy a szentmiséket ünnepélyesebbé, tehát a vasár és az ünnepnapi szentmiséket ünnepélyesebbé tegyük egy-egy kórusművel. Húsa!
A 23. Kóruspódium szervezője a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, társszervezője és házigazdája, az Adai Szentháromság plébánia, és az idén 30 éves jubileumát ünneplő Adai Musica Humana Kamarakórus volt. 1993. márciusában alakult meg a helyi Bartók Béla Zeneiskola néhány tanárának kezdeményezésére. 10 éven át Lippai Mónika karnagy vezénylete alatt működött, majd Birkás János vette át az irányítást. Nagyon-nagyon sokat fejlődött ez az énekkar, egy valóban egy kisvárosi, akármilyen szinte dalárda jellegű énekkarból kifejlődött egy, hát nem akarok nagyképű lenni, de egy szinte európai hírű kórus, hiszen olyan helyeken is megfordultuk, ahova nagyon sokan nem tudnak eljutni. Gondolok itt mindenek előtt a Mokrányász napokra, ahol egy kuratórium előzetesen megvizsgálja a kórusoknak a minőségét, és meghívásos rendszerben történik a dolog. Ez Mokranyász szülőházába folyik ez az egész fesztivál, az ő városába, illetve a házába is. Ott énekeltük egy közös dalt. Azért mondom, ilyen helyekre is meghívtak bennünket, ahová nem lehet csak úgy bejelentkezni és elmenni, oda bizonyos szigorú feltételeket kell teljesíteni. De bejártuk, nyugodtan mondhatom, hogy fél Európát. Minden jó is, minden jó lett volna, hogyha illetve jó még most is, csak hát megöregszünk lassan. Mindenki kiöregszik a kórusból, a kezdeti létszámból, ha jó számolom, 24-5 ember már nem is él, akikkel együtt kezdtük el csinálni. Hát a többi meg hát 80, 70, 60 év is. Talán ez a most alakuló, illetve már egzisztáló Szentháromság gyermekkórus ad valami reményt, hogy talán lesz ennek még jövője, de ez még a jövő titka, ezt nem tudni. Adán harmadik alkalommal tartották meg a kórus találkozót. Egy olyan találkozóról van szó, és egy olyan eseményről, amelynek 23 éves hagyománya van, és amelyet mindenképpen folytatni kell, emelte ki Tóbiás József, a Adaközség képviselőtestületének elnöke. Több jelentősége is van ennek a mai kórus találkozónak, egyrészt azért, mert a Musica Humana Adai Kamara Kórus, aki az idén jubilál, a házigazdája ennek a rendezvénynek, másrészt az, hogy a 23. Vajdasági Magyar Kórus találkozóról van szó, és ez egy gyönyörű hagyomány, amelyet folytatni kell. Harmadszor pedig mindenképpen nagyon büszke vagyok arra, hogy a gyönyörűen felújított templomunkban kerül sor erre a rendezvényre is. Bízom benne, hogy ez is plusz motivációt fog adni az előadóknak. Ezerben indult el a Vajdasági Magyar Kórusok találkozója, ahol a vajdasági kórusok mutatkozhatnak be, találkozhatnak. A vándor jellegű rendezvény jubileumi évekhez is kötődik, így került most Adán megszervezésre. A Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok keretében megtartott esemény a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű regionális rendezvénye. Adán most harmadik ízben szervezzük meg, 2003 és 13 után most 2023-ban. Ugye jubileumi évekhez is kötődik általában a házigazdaságra való jelentkezés. Idén 30 éves az Adai Musica Humana Kamara Kórus, úgyhogy velük közösen ennek a jubileumnak a jegyében szervezzük meg, és ami örömteli minden évben az, hogy mindig csatlakozik
egy-egy újabb kórus. Azt jelenti, hogy az idei évben ez a tornyosiakkal egészül ki ez a kóruscsalád, a tornyosi ünnepi kórus az, aki először mutatkozik be a kórus pódiumon, és fontos azt is elmondani, hogy például az Európa Kollégium esetében, énekkar esetében ott a Karnagyi Pálcát Détári Apolónia továbbadta Dávid Andornak, annak okán, hogy ő már nem az Európa Kollégiumnak a lakója, befejezte egyetemi tanulmányait. Az is fontos tény, hogy a tavalyi évben Birkás János vett át újból az Adai Muzika Humana karnak a vezetését, és ami még egy fontos pillanat az entai kórus élet tekintetében, az pedig az, hogy Edelényi Magdolna tanárnő a muzika szakra vegyes karnak a karnagya továbbadta szintén a Karnagyi Pálcát egy fiatalnak, Jelován Flóriánnak, aki én azt gondolom nem csak zentán érzi magát ott, hanem akár nagybecskerekűnő bánsági származású, de akár itt Adán is többször is segítette ezeknek a kórusoknak is a munkáját. A szemle végén a karnagyoknak emléklappal köszönték meg az áldozatos munkát. A találkozó Kenyeres Kovács Márta és Megyeri Lajos Fölszállott a Sármány című énekével zárult, amelyet a jelenlevő kórusok közösen adtak elő.